Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Sándor Balázst, a Kossuth téri Református Közösség új lelkészét. Üdvözlöm! Szeretettel köszöntöm is nézőket is. Nem olyan régóta üdvözöl, vagy nem olyan régóta üdvözölhetjük Önt itt a kerületben. A közösség tagjai már nyilván jól ismerik Önt, a szélesebb közösség talán még nem annyira. Egy kicsit bemutatná azt, hogy honnan érkezett a kerületbe, mivel foglalkozott, vagy milyen területeken szolgált egész mostanáig? Igen, tehát akkor az időbe visszafelé haladva. A beiktatás volt most vasárnap, 22-én. Ez egy ünnepi istentisztelet, ahol összegyűlik a gyülekezet apraja, nagyja, a szomszédok, vendégek, és akkor itt történik az ünnepélyes beavatás a gyülekezetbe a lelkipásztornak. A szolgálat az már elkezdődött április közepén, húsvét után érkeztünk, családommal együtt, feleségemmel és 4 gyermekemmel. Előtte Cegléden szolgáltunk, ott is az egyik református közösségben. Korábban, azt megelőzően pedig a Dunakanyarba Sziget Monastoron voltunk 8 évig lelkészek. Mind a kettő nagyon szép hely. Ugye mégis Budapest mellett döntöttek. Van esetleg valami különös oka annak, hogy elfogadták a gyülekezet meghívását? Miért döntöttek úgy, hogy áttelepülnek ide családdal együtt? Nyilván ennek vannak emberi oldalai is, de hát egy lelkésznek legfontosabb az, hogy az Isten hová küldi, hol van az ő helye, imádságban megharcolva. És a gyülekezet pedig megkeresett bennünket, hogy ők lelkész keresnek, kaptak ajánlásokat, és utána megindult ez a választási folyamat, és minket választottak. Milyen gyülekezetet talált? Egyáltalán ismerte korábban is a Kossuth téri közösséget? Nem ismertem el. Tehát ismeretlen területre érkezett? Igen, abszolút. Elég volt-e az idő arra, hogy megismerje már a gyülekezetet, a természetét, a tagjait esetleg? Az a néhány hónap elegendő volt-e már erre? Hát, hogy első benyomások vannak, tehát azt lehet mondani, hogy annyira megismerni még nyilván idő kell hozzá, mindig van új és új dolog. De azért úgy sikerült fölmérni, hogy mik a sajátosságai ennek a gyülekezetnek, hogy kik azok az emberek, akikre lehet építeni, számítani, akik megbízhatóak. Tehát mi a gyülekezetnek az elvárása egy lelkésszel kapcsolatban, ezeket azért sikerült úgy összegezni, meg a feladatot, hogy mi az, ami vár ránk. Milyen közösséget talált itt, és esetleg mennyiben különbözik a Kossuth téri közösség a korábbiaktól, amelyeket eddig ismert és szolgált? Hát ez a Kossuth téri gyülekezet, ez azt lehet mondani, hogy egy élő gyülekezet, tehát hogy élő hitű emberek vannak itt, akik összetartoznak, akik számon tartják egymást, akik megtanulták a átmeneti időbe, mert már nem volt lelkészük tavaly november óta, csak helyettes lelkész látta el a szolgálatokat, hogy nem számíthatnak másra, nekik kell beállni a sorba és elvégezni. Tehát ez hál' Istennek nem maradt abba az új lelkész megérkezésével, így elég aktívak és mozgósíthatóak. Előző gyülekezetben nehezebben mozdultak, tehát többet kellett udvarolni, hogy valami elkészüljön és elmagyarázni, hogy ez most miért fontos, miért jó. Említette, hogy most már sikerült felmérni azt, hogy milyen feladatok várnak önre, önökre. Hát gondolom akkor ott most a közösség összekovácsolása az nincs, nem szerepel ezek között, ha jól gondolom. Milyen feladatok várnak önökre? Hát a közösségben, ami hiányosság még van, azért sokan nem ismerik egymást. Tehát vannak olyan gyülekezeti tagok, akik vasárnap istentiszteleten ott vannak, de ha kérdezzük, hogy ki az, ki ül mellette egyebek, akkor azt mondja, hogy nem tudja, nem ismeri. Úgyhogy az első feladat az volt, hogy lehet megismertetni egymással a gyülekezeti tagokat, és így bevezettük, hogy minden hónap második vasárnapján az istentisztelet után lemegyünk az altemplomba, és egy kis szeretett vendégség van, és különböző csoportok bemutatkoznak kis műsorral, és akkor így egy kicsit közelebbről is megismerni egymást, hogy akkor kinek mi a gondja, öröme, tehát hogy így jobban felismerjék egymást. Nyilván itt van a istentiszteleteken túl a hitoktatás, ami szeptembertől elindult. 8 iskola tartozik a mi területünk, az általános iskola, 5 középiskola, 11 óvoda, tehát a feladat adott, de ezt nem lelkészeknek kell egyedül, hanem ebben van segítségünk is. Hál' Istennek igyekszünk mindenütt jelen lenni, és ott elvégezni ezt a feladatot. Korosztály szerint hogyan lehet jellemezni a Kossuth téri gyülekezetnek az összetételét? De ez elég furcsa, mert ifjúság van, aztán egy generáció hiányzik, és idősebbek vannak, tehát, hogy... Ez szinte mindenhol így van.
Van, ahol az ifjúság hiányzik, tehát hogy ez, itt viszont a gyerekek is hiányoznak, tehát hogy ez a foghíjason, de az aktívabb része az ez a két generációkére számítani lehet. Tehát nyilván rá kell erősíteni a gyerek munkára, meg a családosokra, azokra, akik fiatal munkavállalók. Tehát ez terv, hogy ezek a korosztályok is bejöjjenek? Igen, tehát nyilván ott van a helyük a közösségben nekik is. Ha már ezekről beszélgetünk, a tervekről, a közeljövőben milyen olyan rendezvények, események lesznek, amelyek megszólítják akár ezeket a korosztályokat, akár esetleg az érdeklődő szélesebb közönséget? A családosoknak korábban is voltak rendezvényei, szűkebb körbe, zárt tapkörbe. Ez tovább folytatódik. Most a fiataloknak van egy ilyen igénye, hogy szeretnék megérteni, hogy miért van különböző fordítások, és eredeti nyelven olvasni a Bibliát. Most indul majd október elején egy ilyen csoport, hogy a Bibliát eredeti nyelven olvasni. Nyilván ez görög meg héber nyelvtanulással jár együtt. A másik csoport az pedig, hogy egy kicsit hitben erősödni, hogy 12 alkalommal Hitvalló Esték címe szombatesténként indul egy közösség, ott a heidelbergi kátét vesszük át. Szeptemberben gyakorlatilag már sok mindent nem tervezünk, mert a hitoktatás, hogy elindul meg a konfirmáció, az bőven elég lesz. Októberben viszont a reformáció emlékünnepére 31-én tervezzük, hogy szélesebb körben is, a térre is kimegyünk, a Kossuth térre, és ott egy futóversennyel szeretnénk jelen lenni a város életében. Az 1517 méter, ugye Luther Márton 1517. október 31-én szögezte ki a 95 tételét, ugye erre emlékezve egy kicsit megmozgatni a fiatalokat és azokat, akik erre nyitottak. Tehát ha jól értem, akkor ezen a futóversenyen bárki részt vehet, aki... Bárki, így van. Tehát ezt hirdetjük majd, és mindenkit szeretettel várunk. Nagyon sok sikert kívánok a elkövetkezendő munkához, és ezekhez a közeli feladatokhoz is, és köszönöm, hogy beszélgettünk. Én köszönöm a lehetőséget.